Sziasztok, üdvözlök, én nem mindenki Török Bálintról. És a mai vonalbejárás pedig az egyes vonalnak a régi nyomvonalát fogom bejárni, Herceghalomig, terv szerint. Vagy ha nem sikerül, akkor csak Biatorbágyig, ugye biciklivel vagyok. És innen Török Bálintól már elkezdték építeni úgy tudom a bicikliutat a Budapest-Balaton bicikliút részeként a régi nyomvonalon. Úgyhogy ez már ilyen felemás állapot lesz, hogy még nincs átadva, de már elkezdték építeni. És még de felsőleti tartó oszlopcsonkok, azokon láttam fényképeket, hogy még vannak, és hogyha a bicikliút megépül, akkor valószínűleg ezeket is eltüntetik. Úgyhogy hát ameddig lehet, megpróbálom bejárni. És itt vagyunk az Őrház utcán, és ezt követte végig a vasút. Úgyhogy itt elindulok erre, aztán majd keresem az emlékeket. És itt már is kezdték építeni a bicikliutat. Egyébként az Őrház utca itt van mellettem, és ezen ment, itt ment valahol a régi nyomvonal. Hát nagyjából a bicikliút követi. Aztán majd átérünk Biatorbágyra, ott az utcát is úgy hívják, hogy régi vasútsor. Közben már itt vagyok az M1-M7 autópályánál, kicsit arrébb jöttem, már ott nagy a zaj. De itt a közút helyén ment valaha a vasút. Hát itt viszont már semmi nyoma nincsen, mert ugye ráépült a közút. Viszont ez a bicikliút, ez most épült, tehát ide nemrég. Ez egyébként már a Budapest-Balaton bicikliútnak a része. Úgyhogy innen tovább gurulok Biatorbágyig, aztán meglátjuk, hogy találok-e valamit. És már itt vagyunk, a régi vasút soron. Lassan egyébként már Biatorbágy, nem is Török Bálint. Hát itt is ilyen bicikliút, vagy hát ilyen kisforgalmú út épül. Ja, hát vadkamerák is figyelnek, mint most megtudtam. Hát igen, ez innen már full bicikliút, és ez a régi nyomvonal. Innen hát nem sok maradt belőle. Legalábbis emlékből. És bizony itt van mellettünk a 1-es vasútvonal. Így gyakorlatilag a nyomvonalkorrekció az nem volt valami nagy, látszik itt gyakorlatilag a régi nyomvonal mellett fut közvetlenül az új. Biatorbágynál lesz majd egy picit nagyobb, ahol ugye a város teljesen elkerüli az új nyomvonal. Régiről viszont a közismert viadukt, ami megmaradt. Nézzétek, egy régi oszlopcsonkot megtaláltam. Egyébként így látjátok, hogy itt már kezdték a bicikliutat építeni. Nincs még átadva, de közlekednek rá rajta, mert gyakorlatilag az aszfalt megvan. És itt, ahogy egyengedték itt a régi töltést, hát bizony eltűntek ezek az emlékek. Hoppá, és jön valami vonat. Csak figyeljétek. Nem, ez csak egy plafontapasztó volt. Azért itt a sinek jól vezetik a hangot. És hát errefele kell tovább menni, és itt van egy átteresz, amit már betemettek. De ez is a vonalhoz tartozott, meg hát ilyen nézzétek meg ezeket a köveket, tehát ezek az ágyazatból valók. Így folyamatosan zajlott a nyomvonalkorrekció. Hát ennyi maradt belőle. De bizony ez egy átteresz volt a vasúti töltésen. Ilyen Moldova is ír erről, hogy 1975-ben, amikor írta az ismert Akit a mozdony füstje megcsapott könyvét a vasútról, akkor még zajlott a nyomvonalkorrekció, de fokozatosan haladt előre. A Tatabányáig csak 1989 körül ért, amikor megcsinálták ott az átvágást ott a Szárnáladomnál, és kiegyenesítették a pályát. Akkoriban szűnt meg egyébként az átmenő forgalom felső gallán is, mert személyi vonatok még egy, hát körülbelül 10 évig még bejártak oda. És ugye most már látjuk, hogy az sincsen, meg nagyon már egyéb forgalom se felső gallán. De hát ezt majd, ha egyszer eljutok Tatabányáig, az 1-es vonal régi nyomvonalán, akkor majd részletesebben is beszámolok erről. Most egyre haladjunk tovább. És jönni fog még egy vonat. Kis érdekesség, nem tudom, látszik-e, de itt a térképem azt mondja, hogy ez az út járhatatlan. Hát lehet egyébként, hogy az volt még mielőtt kitakarították volna és leaszfaltozták. De szerintem itt akkor is földút volt. Az meg azért jobban járható általában, mint hogyha csak bozót van. És ott van még egy oszlopcsónk. Hát egy-két ilyet még valószínűleg fogok találni.
Egyébként találtam még kettőt, amiről csak fotót csináltam, nem álltam meg külön videózni. Ezek itt a másik oldalt is maradt egy. És nem sokkal innen megmaradt még egy jó állapotban. Másik oldalt meg ott a párja. Úgyhogy van itt még egy pár, de valószínűleg amikor befejezzük a bicikli utat, nagy részük el fog tűnni. Bár az, amelyik ennyire kiesik a szélén, az valószínűleg megmarad. Hát, ha eddig nem volt útba, és ugye az útszélesség azt megcsinálták, de ott, ahol közelebb vannak, ott azokat valószínűleg ki fogják szedni. És itt egyébként követi a villanyvezetéket az útvonal. Ezt nézzétek, itt egy olyan oszlopcsónk van, ahol a kikötés is megvan. És az oszlopból is valamennyi megmaradt, nem csak a beton alap. És a túloldalt is ott van. És itt viszont úgy látom, hogy elfogy az aszfalt. De mindegy, ezzel a múlván is lehet tovább haladni. És bizony itt látszik, hogy még építik a bicikliutat. Itt még nincs leaszfaltozva, csak múlva. De nem baj, ez is jól járható biciklivel, és látjátok, még egy oszlopcsónk. Mind a két oldalt, mutatom a másikat is. Itt megyünk el mellette. És itt van a... Valószínűleg itt eddig, itt dolgoztak péntekig. Szerintem majd itt folytatják hétfőn, a munkagépek is itt vannak. Hát haladunk tovább. És úgy hallom, hogy megint jön egy vonat. Bizony. Látok egy első osztályú kocsit. Meg valószínűleg, aha, ott megy. Na, akkor ennyi. Haladunk tovább a Tolbágy fele. Ott még egy oszlopcsónk. És ismét itt van a vasút mellettünk. És itt visszatér az aszfalt, és úgy hallom, hogy vonat is fog jönni. Úgyhogy biciklizve még úgy sem spottálkodtam. Jól láttam, akkor a 102-es szermozdony volt. És hát ismét visszatért az aszfalt. Irány további a Tolbágy. És innen már eltűntek az oszlopcsonkok is. Megérkeztünk egy újabb aszfalt nélküli szakaszhoz. Nem elég, hogy múlva, de még kavics is. Hát igen, itt azért már meg is kell álljak ahhoz, hogy videózzak. És hát ezt nézzétek, hát ide azért, akinek nincs többet gumija, inkább ne jöjjön biciklivel, mert nagyon könnyen defektet lehet kapni. Mellettünk egyébként a mostani nyomvonal, és még mindig a régi nyomvonalat követi az a bicikli út. És itt találtam még egy oszlopcsonkot. A párja már nincs meg. Ugye itt azért elég jól egyengedték itt a töltést. Hoppá. És úgy hallom, vonat jön majd. Hát ebből egy jó elkult vasút videó lesz. Egy kék és egy piros. Szóval most már mi a Tolbágyon vagyunk, és látjátok ezt a kőhalmot, tehát ez megy majd az út alapba. És errefele fog a bicikli út tovább épülni. A nyomvonal az megvan, és valóban itt ment a vasút régebben. Hát nyilván ezek a házak akkor még nem voltak itt. Szóval azért ezeken a házakon látszik is, hogy ezek új építésű házak. Hát ezeket maximum szerintem egy 5-6 éve építhették. De majd fentről.hu nézek képeket. Aztán meglátjuk, hogy nézett ki a nyomvonal korábban. Egyébként erre kell tovább menni. Hamarosan egyébként odaérek a viadukthoz. És akkor látjátok, hogy megérkeztem a Biatolvágyi viadukthoz. Ugye eddig van a bicikli út kiépítve. Itt ezen a szakaszon meg korábban is volt valameddig, és hát itt van a Biatolvágyi viadukt. Itt ugye a két vágány egy picit széljelebb vált egymástól. Ja, látjátok, a második vágány az ott volt, ahol a viaduk ment, de az le van zárva. És hát bizony ez volt az a viaduk, amit Matuska Szilveszter felrobbantott. És a nyomvonal korrekció már, ugye látjátok, elkerüli a várost, az valahol arrafele van. És hát akkor gyerünk tovább, majd megnézem a viaduktot még középen is. És itt állok a viaduknak a közepén, hát ezt nézzétek. Kilátás az jó. És hát valahol arrafele van a mostani vasútvonal. Innen már nem is látszik. És itt a másik viadukt. Hát szerintem ott a túloldalt se járható. Itt viszont bicikliút van. Ez eddig
És hát szerintem már akár Herceghalomig az út alap meg lehet. Ugye egyeken keresztül fog vezetni a Budapest Balaton biciklőút, tehát valahol le fog térni arrafele. És ezt nézzétek akkor. Arrafele meg érdes tárnok van. Itt van a másik. Ja, de az a nagyon eltűnik a semmibe. Viszont itt látjátok, hogy az út alap van csak meg. A világítást is elkezdték kiépíteni. Valamikor olyan 6 éve jártam itt, akkor ezek a világítótestek még nem voltak itt. És ezt nézzétek. Megmaradt egy felső vezetéktartó stop, de hogy ez hogyan? De ez az egy megmaradt. És itt van még egy oszlop. És egyébként arrafele megy tovább a vasút. És ezt nézzétek, itt van még egy felső vezetéktartó oszlop. Ezt nézzétek. Ezt tudja, hogy ekkor egy vasúti épület volt. Ez jellegzetes kialakítása van. És itt lesz valahol a régi vasútállomás is. De picivel arrébb láttam még egy épületet. Na, ez viszont tuti, hogy vasúti épület volt. Na, ezt nézzétek. De ez nem a vasútállomás volt így kép alapján. Valószínűleg szolgálati lakások voltak benne. De hogy a vasúthoz tartozott, az is biztos. Ezt nézzétek. Ez volt a régi vasútállomásnak az épülete. Ez az utcafronti rész volt, majd megnézem a vágányok felől is, mert a vágányok a túloldalt voltak. Ez a toldás valószínűleg utólag lett hozzáépítve. Az eredeti képeken nem szerepel, de ez a faluházként funkcionáló épület volt régen a vasútállomás. És itt vagyunk a vágányok felőli oldalon. Hát valahol itt mentek előtte, hát azóta ez a rész valamennyire beépült. Itt van egy volt, és itt azon az utcán lehet majd követni. Egy kereszteződéssel odébb a bicikliút nyomvonala elkanyarodott, viszont a régi nyomvonal az itt jött, de ezt nézzétek. Hogy itt bizony építkezések vannak. Itt egész pontosan csapadékvíz szikkasztó tározó épül. Na és ezt nézzétek, hát innen már egy ilyen földút van, hát eddig tartott a bicikliút. Úgyhogy most Herceghalomig valószínűleg ilyen utakon kell menni. Hát remélhetőleg legalább ilyen jól járható lesz, mint ez itt. Hát egy apró akadály volt eddig csak az úton. E felület egyébként simán átemelem a biciklit és megyek tovább. Ahogy látom, azért van itt egy ösvény, tehát járható az. És hát körülbelül egy olyan 6-700 métert kell menni a vasútig, ahogy néztem. Ezt nézzétek. Itt van egy egykori átjáró, vagy alakút, nem tudom mi ez. De be van temetve. Hát a régi nyomvonal az itt jött. Hát egy kicsit kerülnöm kellett, mert úgy nem volt követhető végig. És itt van az egyes, meg ez a titokzatos alagút itt a töltés alatt. És hát arrafele kéne tovább menni. Na itt van ugyanaz felülnézetből. Én vissza tudtam jönni a töltésre. Nézzétek, azért még egy-két oszlopcsonkot találtam. Itt megvannak az oszlopcsonkok. Jöttek, itt van még egy. Ott is lesz majd, itt nagyon sokáig párba megvannak. És itt van közvetlenül mellettünk az egyes vonal is. Még egy oszlopcsunk. És itt a következő. Nézzétek, itt még mindig a régi nyomvonalon vagyok. És ezt nézzétek, itt egy műtárgy. Ez bizony egy híd volt régen a vasút felett. De már az a közút sincsen meg. És itt a másik oldalt. Hát igen, szerintem itt régebben is maximum egy földút lehetett, de már az sincs meg. De mindesetre ez így nagyon érdekes. Egyébként erre vezet tovább a régi nyomvonal. Szóval egyébként Herceghalomig nagyjából ez van, hogy így nagyjából a mostanit követi. A régi nyomvonal is. Ezt nézzétek. Itt az új nyomvonal, és itt a régi. És a hídja a réginek. És itt a másik oldalon. És emlőleg ott folytatódna a régi nyomvonal, nem tudom, azon az úton tovább lehet-e menni. Hát ha nem, akkor muszáj vagyok itt a közúton menni. Ezt nézzétek, innen talán jobban látszik a híd. És itt van egy út, ami nagyjából a régi nyomvonalat követi, úgyhogy azon fogok menni, ameddig lehet. Hát itt állok a régi nyomvonal helyén, de itt az új is. És itt egyébként a térkép jelez egy elhagyott vasúti teherkocsit is, de itt körbejártam a környéket, nem találtam meg.
Úgyhogy valószínűleg ez téves információ, itt ilyen nincsen. És hát itt vagyunk, látjátok, a 363-as szelvénynél, egyes fővonal. Még olyan kb. Másfél kilométerre van Herceghalom. És akkor megérkeztem Herceghalomra. Régi vonalbejárást azt most eddig csinálom. Hát egy kb. Fél óra múlva fog jönni egy vonat a délibe. Hát addig majd itt eltöltöm az időt. Két látjátok, egy földszintes állomás épület az egész herceghalmi. Ott van mellette egy háromszintes lakóház. Meg a másik oldalról mutatom, hogy arra kiágazik a kitetelephelyre egy iparvágány. És hát nagyjából akkor ennyi, amit tudni kell Herceghalomról. Még elmegyek, megnézem, van-e közelebb a bolt, és akkor enni-inni valót esetleg vételezek. Hát ha nem, akkor majd szomjan kivárom a vonatot. Hát ennyi lett volna az a régi nyomvonal bejárás. Egyébként ugye arrafele tovább folytatódik. Régi nyomvonal, egészen Tatáig lehet követni. De hát majd ez egy másik vonalbejárás lesz, amikor majd így száll meg, ezért Tatabánya fele is elmegyek. Úgyhogy egyelőre ez ennyi, hát köszönöm, hogy megnéztétek. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!